11 évvel ezelőtt Kovács Lőrinc, református lelkipásztor, a távoli Ausztráliában alapított amatőr színházat. Az Erdélyből származó fiatalembernek az volt a célja, hogy ezáltal is fenntartsa a magyar nyelvet. Sikerült neki, és most először az anyaországban és a Kárpát-medencében tudnak szerepelni. Móricz Gárdonyi Tamási szigligeti, majd Újból Tamási. A társulat főként népies és klasszikus komédiákat visz színpadra. A Kenguruk földjén már ismertek, de most itthoni színpadra állnak. Behozzuk a poharat, ebből töltsünk. A helyszín Bonyhád, a Völcsék fővárosa. Tamási Áron hullámzó vőlegényét játsszák majd nem sokára, remélhetőleg több száz ember előtt. Az öltözőben nincs minkes, mindent maguknak kell megoldaniuk a lányoknak. Biztos, hogy ez egy kicsit unikum, egyedi, ugyan maga oldaláról nézve, mert hát nem sokan jönnek Ausztráliából magyarok, hogy játszanak Magyarországon, jobban van Erdélyben is, és főleg ott, ahol az írónak a szülőfaluja, a darabnak az írójának a szülőfalujában. Még egyszer elpróbálják a zárójelenetet, és nem sokára kezdetét veszi az előadás. A közönség már érkezik, teltházra számítanak a színészek. Az, hogy végre itthon is előadhatják művészetüket, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak nagy mértékben köszönhető. Tavaly januárban voltam kint Ausztráliában több helyszínen, és az ottani magyar csoportokkal találkoztam. Brisbaneben pedig létrejött egy amatőr színjátszó társulat, és egy nagy álmuk volt, hogy eljöjjenek a Kárpát-medencébe, és be tudják mutatni azokat az előadásokat, amikkel otthon szoktak fellépni. És akkor ígéretet tettem arra, hogyha tudjuk, akkor megszervezzük nekik ezt a körutat. Amely 10 állomásból áll, és elhúzzák a függönyt. A társulat először játszik Magyarországon. Ez is megvárni boldogul, mindjárt itthon lesz. Ha hazajöhet, hogy egyek többen legyünk, de fizetni ő sem tud, mert nincs pénze. A jómódú gazda szerepében Kerekes Samu tündököl. Én így is egy egész vidám ember vagyok, és ezt szeretek mullatni, szeretem a nótákat, a magyar nótákat, és jól éreztem magamat ebben a szerepben különösen. Lakodalom van a műszám. Tamási tanulságos darabja nagy siker volt Bonyhádon. A közönség vastapssal értékelte az amatőr színészek előadását. A villany szerepében debütáló Zita szerint jól sikerült a hazai premier. Ez az első színdarabom a színtársulattal, ezt már előadtuk 4-szer Ausztráliában, ez az 5. előadás, de az itthoni közönségnek mindig sokkal jobb játszani. Annyira hálás volt mindenki, annyira örültek, olyan szívesen fogadott mindenki, úgyhogy már nagyon vártuk ezt az előadást, és az a hangulat úgy visszajött a színpadra, úgy éreztük, hogy a közönségnek tetszett. A színészek legnagyobb fizetsége a közönség elismerése. Számukra az a legnagyobb jutalom, ha így módon ismerik el őket. Bonyhádon ezt teljes mértékben megkapták. A stúdióban pedig már is köszöntjük Bogyót, Zelmát, és remélem, jól mondom, Kötelest, ugye? Igen. Egyben a darab rendezőjét is. Na jó, azért nevezzük nevén. Kívánunk. Kovács Lőrint rendezőt, Horváth Györgyét és Kovácská Boglárkát. Jó estét mindannyiuknak. Jó estét. Hatalmas volt a siker, mindenhol ilyen vastapskoron ez az előadásokat. Még csak a második előadáson vagyunk túl. Délvidéken játszottunk tegnap előtt este, teltházzal szintén, és nagyon nagy tapsot kaptunk. Kicsit beszéljünk arról, hogy odakint ez hogy működik, hiszen azért én nem gondolnám, hogy én Ausztráliában hirtelen színházi társulatot szeretnék alapítani. Ez hogy jött az ötlet? Erdély lelkészként már itt is alapítottam Madarasi Feketén egy színtársulatot, és láttam, hogy mennyire közösségformáló ereje van a színtársulatnak, fiatalokat, fiatal házasokat mozdít meg, és ez az ötlet formálta a brisbane-i Gold Coast-i színtársulatot is, és ugyanúgy nagy sikerrel járt, hiszen már 5. darabunkat mutatjuk be Ausztráliába, és Ausztrália nagyvárosaiban szinte mindenhol felléptünk és ismernek bennünket. És hogy lehet összeszedni az embereket hozzá? Mert azért nem biztos, hogyha én Ausztráliában élek, akkor az első gondolatom magyarként, hogy színházban játszak. Végül baráti körömből, ismerőseim köréből kinéztem azt, akit gondoltam, hogy egy-egy szerepet el tudna játszani, és felkértük. És amennyiben elvállaltam, és végül is megfelelt a szerepre, akkor így alakult
teljesen amatőr módon egyszerű emberek, semmiféle színházi háttér tanulmány vagy tapasztalat. A hölgyeket is kérdezzük meg, hogy ők hogy csatlakoztak, és hogy érzik a társulatban magukat. Én a legelejétől tagja vagyok a társulatnak, Lőrinc az elsők között kért föl. Ketten vagyunk egyébként, akik az elejétől benne vagyunk, Círmos nénivel, Sifosikával. A többiek később csatlakoztak, vagy akik csatlakoztak, már lemorzsolódtak, úgyhogy... De a legfiatalabb tagja. Igen. Te hogy csatlakoztál? Te még lehet profi is leszel. Én a legelejétől ott voltam, néztem minden próbájukat, és végül 2011-ben voltam már elég idős, és engedték, hogy részt vegyek én is. Hát azért az 7 évvel ezelőtt volt, akkor tényleg még nagyon gyerekként. A Csalóka Szivárvány. Neked most volt a születésnapod, ugye? Igen. Boldog születésnapot, én ezt nem volt, így van. Viszont gyorsan egy kérdezek rá, hogy egyébként a te társaid, azokkal, akikkel suliba jársz, azok mit gondolnak arról, hogy te egy ilyen társulatban szerepelsz? Hát van sok, aki nem is tudja, így a közelebbi barátaim tudják, és... De ők helyi ausztrál emberek, ugye? Igen. Vagy gyerekek. Igen, ausztrálok, meg ott Ázsia környékéről van legtöbb osztálytársam. És esetleg gondolkodtál azon, hogy hát ugye neked korban még simán belefér, hogy akár profi színésznő is legyél? Elragadott téged annyira a színpad, vagy azért neked ez így jó, ahogy most van? Úgy olyan nagyon még nem gondoltam bele, így ezt most szeretem, mint hobbiként. Nem tudom, hogy ez a jövő lenne, vagy csak ilyen hobbinak szerepelni. Még nem mert például gondolni. Ami ugye ilyenkor még felvetődik az emberben, hogy az ember ausztrál közegben él, magyarul játszik, keveritek a szavakat? Az angol és a magyar kifejezéseket? Van úgy, hogy nem jut összetek be egy magyar kifejezés? Színdarabon belül nem keverjük, de a mindennapi életben sajnos, hogy az angol szavak nagyon próbálnak bejönni a magyar nyelvünkbe. Éppen ez is a lényeg ennek a színtársulatnak, hogy megőrizzük a magyar nyelvünket, mint levegő szükséges ott kint, hiszen folyamatosan iskolában, munkahelyeken, mindenhol csak angolul beszélünk. És csak magyarok azok, akik mondjuk látogatják az előadásokat, vagy esetleg angol anyanyelvűek is kíváncsiak rá, hogy na megnézem, hogy a ti anyanyelveteken hogy néz ki egy színdarab, hiszen azért attól nagyobb a cselekményt lehet követni, hogy nem feltétlenül értik pontosan a mondatokat. Barátok el szoktak jönni az előadásra, és élvezik. Élvezik, annak ellenére, hogy nem értik a szavakat. Az igen. De egyébként azt is látom, hogy jó alaposan bejárják Ausztráliát. Tehát igen. Gyakorlatilag minden szegletében, ahol magyarok élnek, azért eljutnak. Így van. Hát az mit jelent, hogy érdeklődnek is rendesen ez iránt? Szerintem érdeklődnek, mert nincs színtársulat, és régi emlékeket elevenítünk fel azáltal, hogy egy-egy régi népies komédiát előadunk, tehát akár Melbourne-ben, Sydney-ben, Adelaide-ben, mindenhol sokan összejönnek, és örömmel néznek bennünket. Kapnak egy kis hazait, hogyha így tetszik. Hát így én van. Sok sikert kívánok, vagy sok sikert kívánunk ahhoz, hogy egyrészt a turnéját, a hazai turné is folytatódjon, illetve ahhoz, hogy Ausztráliában járunk, akkor elmegyünk. Így van, és minél több hazai darabot is nagyon szeretettel várjuk Önöket. Reméljük, egyszer eljutunk. Egyszer reméljük, eljutunk. Sok sikert kívánok. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánok. Köszönjük szépen.